Több kell annál, hogy a NATO tagok sorra jelentik be a fegyverszállításokat Ukrajnába, a nyugati fegyvereknek minél előbb meg kell érkezniük a háborúba, közölte a NATO főtitkár hétfőn Kijevben. Jens Stoltenberg arról beszélt, a szövetségeseknek még a saját érdekeiket is alá kell rendelniük Kijev igényeinek. Ha a szövetségesek azzal a választással szembesülnek, hogy a saját üres készleteiket töltsék fel megfelelve a NATO elvárásainak, vagy Ukrajnát segítsék, akkor az ukránok támogatás kell elsőbséget élveznie és az első helyen állnia, jelentette ki a NATO főtitkár is kiemelte. Kijev megkapja az amerikai Patriot rakétákat, de más fegyverek szállítását is növelni fogják. Úgy fogalmazott, a szövetség keményen dolgozik Ukrajna sürgős szükségleteinek kielégítésén. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Ukrajna addig nem lesz NATO tag, amíg meg nem nyeri a háborút Oroszországgal szemben. Erről az államfő már kedden beszélt, amikor Jens Stoltenberg NATO főtitkárral közösen olyan ukrán tisztekkel találkozott, akik a NATO szabványok szerinti katonai kiképzésen vesznek részt. Személyes véleményem szerint csak akkor leszünk benne a NATO-ban, ha győzünk. Nem hiszem, hogy a háború alatt felvesznek bennünket az Észak-atlanti Szövetségbe, mondta az elnök. Egyetértett a főtitkárral abban, hogy Ukrajna NATO csatlakozásához a szövetség többségének támogatása szükséges, ezért ahhoz, hogy Ukrajna politikailag bekerüljön a szövetségbe, győznie kell, tette hozzá. Zelensky egyúttal úgy vélte, hogy Ukrajna szövetségi tagságát illetően senki sem fogja felvetni a NATO-val való kompatibilitás és az ukrán hadsereg színvonalának kérdését, kifejezte azon meggyőződését is, hogy a háború egyik oka, hogy Ukrajna előtte nem lett a NATO tagja. A lett kormány újabb katonai segélycsomagot hagyott jóvá Ukrajnának, amely egyebek mellett rövid ható távolságú légvédelmi fegyvereket és megfigyelő drónokat fog tartalmazni, jelentette be Evika Sirina lett miniszterelnök kedden. A kormány most hagyta jóvá NBC Mantis légelhárító lövegek, pilóta nélküli taktikai megfigyelő rendszerek, valamint egyéb fontos felszerelések és technikai eszközök átadását az ukrán fegyveres erők számára, fogalmazott a fő. Reményt fejezte ki, hogy a támogatás segít javítani Ukrajna légvédelmi és felderítési képességein. Hozzátette, országa GDP-ének mintegy 0,25%-át fordítja évente Ukrajna támogatására. Minden katonai szállítmánnyal megerősítjük barátságunkat az ukrán néppel az agresszor Oroszország elleni harcban, amely a legnagyobb veszélyt jelenti a békére és a biztonságra. Továbbra is támogatni fogjuk Ukrajnát kétoldalúan és szövetségeseinkkel együtt, hangsúlyozta a lett miniszterelnök. Norvégia 7 milliárd koronával növeli az Ukrajnának nyújtott katonai és humanitárius segét idén, amely így 22 milliárd koronát tesz ki, jelentette be kedden a norvég kormányfő. Az emelést a 2023-2027 közötti időszakban az ukrán polgári személyek és katonák megsegítésére szánt alapból finanszírozzák, amely változatlan marad. Ez élet kérdése Ukrajna lakossága számára, jelentette ki sajtótájékoztatóján Jonas Garstőre, Norvég miniszterelnök, aki nagyon bizonytalannak nevezte az ukrajnai helyzetet. Ez Európa, tehát Norvégia biztonságát és stabilitását is érintő kérdés egyben, hangsúlyozta a kormányfő, aki előzőleg a szélesebb konzenzus érdekében ellenzéki vezetőkkel tárgyalt. A 7 milliárd koronás pótólagos támogatásból 6 milliárdot katonai támogatásra fordítanak, elsősorban légvédelmi eszközökre és lőszerre. Olha Stefanisina európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök helyettes a Deutsche Welle német műsorszolgáltatónak adott interjújában leszögezte, hogy Ukrajna nem fogja erővel hazatérésre kényszeríteni külföldről a hatköteles korú ukrán férfiakat. A tisztségviselő biztosított afelől, a hatkötelesek adatainak egyeztetése az illetékes területi hadkiegészítő és szociális központtal nem jelenti azt, hogy automatikusan a frontra küldik őket szolgálatra. Ukrajna elfogadta Törvényt, és tisztában kell lennünk azzal, milyen arányban tudjuk leváltani a fronton lévőket, magyarázta a miniszterelnök helyettes. Mint fogalmazott, májusban Ukrajnában látogat Ilva Johansson, az Európai Bizottság belügyi és migrációs biztosa, hogy megvitassa az ukrán hatóságokkal a külföldön élő ukránok további jogi státuszának kérdését, hiszen az EU jelenlegi ideiglenes védelmi mechanizmusa 2025. márciusáig van érvényben. Ezért addig nem lesz semmilyen korlátozás nemre és korra tekintet nélkül egyetlen ukrán állampolgárral szemben sem, és nem kényszerítik őket visszatérésre egy háborúban álló országba. Háborús kérdésekben viszont nincsenek kellemes megoldások, és ne felejtsük el, hogy a háború még tart, jegyezte meg Stefani Sina. Már 30 os a nők bevonása az aknamentesítési operátori tevékenységbe, de Ukrajna a női részvétel növelésére törekszik, közölte kedden Júlia Sviridenko első miniszterelnök helyettes és gazdasági miniszter. Sviridenko elmondta, a nemek közötti egyenlőséget Ukrajna politikája szerves részének tekinti, amely az integráció, a befogadás és az integritás elvén alapul. Ez vonatkozik minden típusú tevékenységre, mindenek előtt az olyan fontos területekre, mint az aknamentesítés. A helyettes kormányfő szerint jelenleg Ukrajnában már észrevehető eredmények vannak. A nők átlagos részvételi szintje az összes állami és nem állami szereplő között eléri a 30%-ot, ami megfelel a NATO nők béke és biztonság programja előírásainak.